Cilla, a kultúrcica. Önfelette járkál a könyvespolcok között az I. és Gyula könyvtárban. Van, aki Cilának, van, aki Mirmurnak, más Mircinek hívja a lassan terápiás cicaként elhíresült négylábút. Nem adtunk neki nevet. Mindenki úgy szólítja, hogy szeretné. A kolléganők Cilla, Cirmi, én Mirmurnak. A gyerekek is más nevet adnak neki, ki minek szeretné. Igazából nem neveztük el, mert félünk attól, hogy egyszer csak nem jön vissza. Ugye ez nem igazából egy otthon, hanem egy könyvtár, egy közösségi hely. De úgy látszik, hogy otthonának érzi. Azt hiszem, hogy a könyvtár életében ez egy nagyon jó visszajelzés. Ha egy macska is azt mondja, hogy jó hely vagyunk, akkor valószínű tényleg. De a tréfát félretélve a könyvtár tényleg arra törekszik, hogy egy otthonos helyet teremtsünk az olvasóknak. Jó kis közösségek alakuljanak ki a könyvtár körül az olvasás kultúra segítségével. Ebből a szempontból egy ilyen terápiás macska, mondom én, hogy terápiás, ez teljesen jó segítséget ad nekünk olyan fajta baráti ember, így közösségek kialakítására, amik nagyon jól működnek a könyvtárban. A könyvtár dolgozói nem akarják kisajátítani a kedvencet, de nagyon örül mindenki, hogy most itt talált otthonra. Cirmi egy őszi programon tűnt fel a könyvtárban először. A könyvtárnak volt már máskor is macskája. A könyvtár udvarán található egykori Matti Lunieste szülőház padlásán mindig is laktak kobormacskák, de olyan macskánk, mint ő, ilyen még nem volt soha. Azt kell mondani, hogy ő tudatosan választott ki magának minket. Az egy nagyon-nagyon jellegzetes pillanat volt, amikor a Darvasi László irodalmi estjére besétált, körülnézett, mindenkit lecsekkolt, és megállapította magában, hogy ez egy jó hely. És utána viszont a kolléganők mondták, hogy rendszeresen jött vissza-vissza, és mindig bekéretődzött az ajtón. Ő igazából egy terápiás cicának is beillik, mert hogy egyrészt mi is többet mosolygunk szerintem, ezt így elmondhatjuk. Másrészt az olvasók előszeretettel jönnek be, most a hírekben azért ő szerepel, ő a mi híres cicánk. És bejönnek családok, a gyerekek csak azért jönnek a szülőkkel, hogy megnézhessék, megsimogathassák a cicát. A gyerekkönyvtárból is átjönnek a gyerkőcök megnézni őt, egy kicsit kényeztetni. Az olvasók arcára is gyakran csal mosolyt, úgyhogy úgy gondolom, hogy ő jót tett velünk, jót tett az olvasásnak is. Még ha ő erről mit sem tud. A négylábú házi kedvencen látszik, hogy korábban benti cica volt, egészséges, szobatiszta, emberekhez szokott, nyugodt, és nagyon szereti, ha szeretgetik, simogatják. Itt igazából a lányokon múlott a történet, hogy ők hagyták, hogy a macska elfoglalja a könyvtárat. Ez annyira sikerült neki, hogy először a könyvtári fotelekbe ült bele. Ez persze azért nem jó, mert a könyvtári fotelek az olvasóknak vannak, és akkor jött az, hogy legyen neki saját helye. Amikor már lett neki saját helye, akkor szépen kikövetelte a következő lépést. Tehát, hogy jöttek egymás után, ő teljesen elfoglalta ezt a könyvtárat. Eleinte csak egy-egy órát, vagy egy kicsit többet volt bent, utána kiment, vagy kiszökött, de aztán utána reggelente, amikor jött a takarítónő az Erzsi, akkor már várta, és akkor bejött vele. Akkor az Eda anyukája készített neki egy kis fekhelyet, egy párnát, azon fekszik többnyire. Most a legutóbbi forgatás óta beköltözött az irodába, egy kicsit megviselte a dolog, mert egész nap vele foglalkoztunk. Itt a könyvek között időnként felugrik, múltkor például a százas könyvekhez költözött be, ott beült, erről készítettem is egy fotót, úgyhogy nagyon kis élénk cicús. Vannak játékai, amivel gyakran játszik. Reggel egy picit talán élénkebb, hogyha bent aludt, de nem mindig alszik bent, hanem kikéreztedik este, amikor tudja, hogy körülbelül 6 óra a zárás van, és akkor, hogyha nem akar bent aludni, akkor ő kint tölti az éjszakát. A könyvtár dolgozói sokáig keresték a gazdáját, de nem jelentkezett érte senki. A környéken már régebb óta látták kóborolni, de könyvtárosok, olvasók örömére most itt talált új otthonra. A cicán meg lehet látni, hogy ő biztos, hogy valamikor szobamacska volt, teljesen tudta, hogy mi az, hogy alom, teljesen tudta, hogyan kell egy lakásba viselkedni, azonnal hagyja magát simogatni. Tehát sokféle cica van, ő ennyire
kedvesen, szerethetős macska ritka, tehát hogy ő azért lett ennyire kedvenc, mert ő nagyon akar kedvenc lenni. Jönnek visszatérően gyerekek, felnőttek, jönnek, benéznek, na hol a cica, nem látjuk, hova bújt, mi történt vele, tehát hogy ad állandó beszédtémát, egy olyan fajta gyűrűpont a könyvtár életében, amit segít a többi embernek, és hogy belünk jól lehessen kommunikálni. Tehát, hogy igazából mindenki szereti. Tehát én nem láttam még nagyon olyat, aki azt mondta volna, hogy nem egy szerethető kis állat. Cirmit megviselték az utóbbi mozgalmas napok, a forgatások, most egy kissé visszahúzódóbb. A napokban majd egy állatorvos is jön a könyvtárba megvizsgálni őt.